Majdnem 1000 alkotás és 44 esztendő festmények tekintetében ezek a számok jelentik Újházi Péter életét. A művész azt mondja, a katalógus elkészítése egyfajta leltárt jelent számára, aminek tulajdonképpen örül is, meg nem is. Olyan, mintha leltározva lennék, ki lennék, föl lennék tárva, nem tudom. Szóval, mintha durván engem megmutattak volna. A Városi Képtár Deák gyűjtemény által kiadott könyv egy sorozat első részét jelenti, amelyet két további is követ még. Szűcs Erzsébet azt mondja, nem túl gyakori az ekkora terjedelmű életmű, és az ezt összefoglaló katalógus sem. Hatalmas az életmű, tehát 1966-tól kezdődően gyűjtötte össze Naté Katalinnak kiadványnak a szerkesztője, Újházi Péter életművének a fontos darabjait, de tulajdonképpen szinte semmi nem maradt ki a könyvből. Az Újházi Péter alkotásait bemutató könyv második része januárban jelenik meg. A művész munkásságát bemutató kötetre azonban ennél kicsit többet kell várni. A tervek szerint 1-2 éven belül készül majd el.